Létezik egy hely, egy öreg filmszínház, ahol a filmtörténelem legtorzabb, legbizarabb szörnyűségeit vetítik minden egyes nap. Itt dolgozom én. Tíz aranyos kutya megy a hóban és rábukkan egy tucat 10 milliárd éve jégbe fagyott zöldségre. Az eseménynek 5 pingvin is szemtanúja lesz. Miközben hókotrókkal előkészítik az épülő Baumax alapjait, repülőkre pakolják a furcsa növényeket, hogy a legközelebbi szigetre szállítsák őket kutatás céljából. Ez alatt a szigeten a tengerészgyalogság lufit fújtat és azonosítatlan nyelven kommunikál az állatvilággal. A nő elmondja a férfinek, hogy a szobában némi Hawking sugárzást észlelt, de az nem hisz neki, ezért szakítanak. A gyilkos Miredit zöldségeket szállító gépen elszabadulnak az extrém sport iránti vágyak, és a legénység sorra ugrál ki ernyő nélkül. Bye bye. A gép igen szerencsétlenül ér földet, de végül nem gyulladt ki, ennek ellenére eloltják. Odabent megtalálják a legénység hűt helyét, valamint egy retrosokkos állapotban lévő pilótát. A professzor egy kísértetés piszkót talál, de sajnos nem ismeri fel, mert nem látta Mindbusters 6 milliárd évben jégbe fagyott vérsaláták székletének felismerése című epizódját. Találnak egy elégett füstös maradványt is, amiről a professzor elhamarkodottan elrendeli, hogy ültessék el a hátsó kertben, mert az ma jót tesz neki. A gyengélkedőn az évszázad leghülyébb teóriáját állítják fel, miszerint a pilóta valószínűleg ott hagyta a pilótafülkét, hátrament a raktérbe, kinyitotta a gép ajtaját, egyenként kidobált 6 embert plusz a másodpilótát, belelőtt 6-szor a falba, majd visszameti sokkos állapotban letette a gépet úgy, hogy még Denzel Washington is megirigyelné. Ez a feltételezés annyira sértő, hogy a pilóta éjszaka fel is kell, és hirtelen megmasszírozza a nővérke vállait, mire az örövében lepadlózza a halált. Éjszaka az újhoz gyerek örködik, ám elősétál a sötétségből pizsamás barátunk, és összeviháncolnak mindent. Érdekes, hogy az egyetlen ember a filmben a pilóta, aki tisztában van azzal, hogy mi az igazi ellenség, ennek ellenére az összes emberre rátámad. Közben a folyosón is indokolatlan pofoszkodással ütik el az időt, majd csókolóznak. A kutya hangosan ugatni kezd és elvezeti az egyik tisztet az erdőbe, hogy megmutassa neki, nincs ott semmi. Ezután a férfi úgy romantikázik a nővel, hogy az égő csikket belenyomja annak vállába, mire az sikítozva ugrik fejest a csapba. Jaj! Jaj!
Jaj, jaj! Az újonc gyereket közben valami ismét megtámadja, de most sem jut eszébe, hogy a vállán lévő fegyver esetleg védelmi funkciókat is elláthat. Közben a kertben elásott füstös csirabimbók már egész szép mutáns napraforgókká fejlődtek, és hát a haditengerészet buzgón kapálgatja, trágyázza a növényeket. A mama megtalálja az újonc gyerek mohába bélelt maradványait. Éjszaka a kutya üldöz egy virgonc kis kózgombócot, amit a mama is észrevesz, hamarosan az egyik sötét bokor hirtelen rácimánkolódik. Ennek örömére szól Bob, hogy bocsuk, pesgőt, fiúk! De egy üveggel azért bevágnak a bozótba, és hogy ott se unatkozzanak. A kutyás ember sétálni indul az erdőbe, ám az agresszív csápok megcsapolják, és többé nem volt elégő cigarettákat fiatal nők kulcsontjában. A professzor megmutatja az új háziállatát, egy befőttes üvegbe zárt agresszív kis avargombócot, ami ott fickándozik vígan a lucsokban, és arról álmodik, hogy fiatal nővérkék vállába gyökerezhessen. Mi a neve a csöpségnek? Kérdezi a férfi. Zoltán. A kocsiban a nővérke cukormentes motorolajjal kínálja a férfit, aki örömmel fogadja a frissítőt, mert már egy hete amúgy is csak csiganyálat ivott. Az ebédlőben elszabadul Zoltán, és molekuláris céklamártással leégeti a bácsi kezeit, ám a gyilkos növényszörnyet legyőzik egy tányérral. Két tányérral. A NASA idegenkutató részlegének 3 milliárd dollárból fejlesztett szupertitkos fegyvere. A másfél órás film utolsó negyedéig még csak nem is gyanakodnak gyilkos növényekre, hiába tudják, hogy a gép antarktiszi palántákat szállított, hiába növekednek óriási szörnyszerű karalábé erdők szerte a szigeten, hiába talál a professzor egy élő egyedet és zárja befőttes üvegbe, nem számít, az amerikai hadsereg nem száll harcba egy tányér vok zöldséggel csak úgy. A pilóta már megint jön és megint összever pár embert. Senkinek az égvilágon nem jutott eszébe, hogy le kéne kötni esetleg a nyomorultat. A professzor vázolja a magabiztos lábakon álló tudományos tézisét, miszerint a 6 milliárd éve jégbe fagyott zöldségeknek rengeteg idejük volt töprengeni, és arra a következtetésre jutottak, hogy elég volt már az éjjeli napfényhiány okozta éhezésből, ezért hirtelen megtanultak járni és fotoszintetikus életmódjukat falt fel Amerikára cserélték. Eközben egy másik koma erdei körútja is pocsék véget ér, mert az agresszív kökénybokor irgalmatlanul lecincálja az egyik karját. Bye bye. És itt jön a finálé. Kimennek az erdő közepére, az egyik növénycuháré magányosan áldogál. Erre a professzor odamegy, hogy békét kössön vele, itt az idő, hogy ember és vérszívó savköpködő karfiol végre háboríthatlanul éljen egymás mellett. Hát, ha létezik random jelenet, akkor az úgy néz neki, hogy az eddig teljesen felesleges pilóta karaktere becsörtetne a jelenetbe és megölelgetni a savas káposztát, majd belebújna. De háboríthatlan macikuckó, hát a retard pilóta megszállt egy alien salátát élő adásban szemrebben és nélkül. Fel is gyújtják, dögölj meg, moszat huszár! Az égő zöldség halála előtt még elárulja a titkot, miszerint még négyen vannak odakint. Jönnek is halomra, de ezek az entek inkább háborúból jönnek, mert igencsak epikusan vonszolják korhat testüket. Van a finálé készítésnek egy titka, amitől az sokkal izgalmasabb tud lenni, például ha a fegyver, ami addig mindig működött, hirtelen nem működik. Igen, a szörnyekhez vágott molotovok csak úgy lepattannak a Huntingtonos salátaharcosokról. Mert csak! Mert nem törik szét az üveg, és akkor mi van? Az erdő haderő tovább nyomul, a katonaság pedig a szokás kedvéért mellélő párszor, majd végül eltalálják az üvegeket és odaégetik a pörköltet. Hihetetlen, de nincs itt a vége. Ez még csak Minas Tirith volt, és még most jön a csata Mordor kapujában. A hadsereg csoportosan cammogó rákfatörzs hibrideket észlel a parton, és elrendeli a napalm bevetését. Nézd csak, hogy motoszkálnak a kis bödön lények. Ó, pif paf, le is pörkölik a félszigetet. Bye bye. 1966! Most komolyan ennyire apári módon kellett Amerikának szörnyfilmbe ágyazott hadi prezentációt készíteni a vietnámi bohóckodásukhoz? A film végén a hadsereg büszkén húzza ki magát, mert sikerült napalmmal elintézniük néhány sétálgató kaktusz a tengerparton. The end.